A gimnázium végzős diákjai a makói társastánc pedagógust, Sütő Eleonórát kérték fel a táncok betanítására. A tanárnő összesen 43 párost készített fel a nagy napra. Mindhárom osztály a bécsi keringőt választotta, a tanulók lelkesen vetették magukat a felkészülésbe. Én azt gondolom, hogy ilyenkor a szalagavató, illetve gombavató alkalmával általában a lányok jobban szeretnének részt venni, de azt gondolom, hogy a fiúk is nagyon igyekeznek, hogy szépek, elegánsak és jól bemutatott táncokkal készüljenek föl itt a nagy ünnepségre. Az osztályokkal szeptember óta heti egyszer, két órában gyakorolták a produkciókat. A próbákat élvezték, de akadtak nehézségek a felkészülésben. A zakó és ink közötti döntés sem ment könnyen a fiúknak. Többen táncos múlttal rendelkeznek, így könnyebben vették az akadályt. Részben új volt, részben pedig ismerős, mivel 9-ben minket Szilágyi Réka tanárnő tanított táncra, ugyanúgy bécsi keringőre, csak nem ezt a koreográfiát, és utána meg 10-11-ben sajnos nem tanultunk táncot, mert elment a tanárnő az iskolába, de részben ismerős volt, részben nem. Én 8 évig néptáncoltam, és ezért ez nagy segítség volt. Itt azért nagyon kell koncentrálni és figyelni, meg szerintem nagyon sokat javított az osztály közösségen, hiszen itt az összmunka nagyon fontos. A héten a gombtűzést és az ahhoz való bevonulást is gyakorolták, a főpróbára pedig a nagy nap délelőttjén, pénteken kerül majd sor. A Galamb József mezőgazdasági szakképzőiskola tanulói már múlt héten megtartották főpróbájukat. A hét feladata az apró hibajavítások elvégzése, hiszen a koreográfia már jól megy a fiataloknak. Próbáltam egy olyasmi dolgot kitalálni, hogy egy picit színesítsük, még izgalmasabb legyen, tehát nem az a hagyományos. Ezért is a gyerekekkel ugye azt beszéltük meg, hogy akkor két táncból fog állni, egy angol keringő, meg egy bécsi keringőből, és azért ezt megfűszereztük egy kis emeléssel is, meg egy kis szallaggal, hogy még izgalmasabb és még szebb legyen. A lányok rettentő izgatottan várják, hogy felölthessék báli ruháikat. A felkészülést nagyon komolyan veszik, már október óta sokat gyakorolnak. Egy héten egyszer. Most meg így az utolsó hétben minden nap bejárunk. Még hogyha Oliver nem is jön, akkor így összefogunk, és akkor bejövünk, és táncolunk. Így 2-3-szor elpróbáljuk. Bár az iskolai testnevelés órákon nem tanulnak táncot, van, aki rutinos már a parketten. Táncoltam már tavaly, sima bécsi keringőt, akkor mint 11-es voltam felkérve. De ez nehezebb annál az idei. Pénteken a József Attila gimnázium diákjai, szombaton pedig a Galamb József mezőgazdasági szakképzőiskola tanulói 18 órától tartják ünnepségüket az Erdei János városi sportcsarnokban. Stábunk is jelen lesz a gomb, illetve szalagtűzésen, melyekről hosszabb összefoglalókat láthatnak televíziónkban. Yeah.